rengeteg ember nézte ugye a meccseinket, akár a tévéből, akár a élőben, 2-3-4 ezer ember. Élőben ezt átélni, hogy ott van, hogy támogatnak, ez nagyon nagy dolog is. Tényleg azért ez már a Saba Borsó úgy a felnőtt focinak. Én otthon betegség alatt lávadoztam, és akkor jött a telefon, hogy nekem is majd be kéne mennem a válogatottba, hát akkor nyilván nagyon örültem, amikor megtudtam a hírt. Egyből hívtam apukámat, meg anyukámat, hogy ez a hír van, hogy mehetek az EB-re én is. A szüleimnek szóltam először, aztán pedig barátaimnak is mondtam, ők is örültek, mindenki igazából nagyon nagy dolog volt, hogy részt vettem ez az EB-n. Amikor megrúgtam az első gólt Velszen, utána másnap a UEFA-tól kaptam ajándékot születésnapomra, és az így nagyon jól esett egyébként. Másodszámú csapatkapitány voltam, Velszen is rám került a szalag, és a lengyeleken is megkaptam. Én szerintem sokat fejlődtem ebből az elmúlt években, hogy személyiségileg mennyit tudok hozzáadni a csapathoz, és hogy tudom biztatni a társakat pozitív irányba. Úgyhogy szerintem ez egy előnyöm, és remélem, hogy még a jövőben is adódik majd ilyen alkalom, hogy csapatkapitány lehetek. Azért így ez a két gól így, hát nem azt mondom, hogy sebb tapasz erre, így, hogy ugye kiestünk a csoportból, de büszke vagyok végig is arra, hogy teljesítettem. Én megpróbáltam mindent kitenni a pályára, tényleg szívem, lelkem, beladtam. Voltak persze hibáim, ezt nem tagadom. A csapat teljesítménnyel pedig sajnos nem vagyok elégedett, mert nem jutottunk tovább a csoportból, de sokkal többet érdemeltünk, mert tudjuk, meg tudom én is, hogy mire képes ez a csapat, és egy nagyon jó csapat volt, és nagyon sajnáltam, hogy így alakult. Nem volt egy jó érzés, de meg kell próbálni tovább lépni. Minden kapus más, minden játékos más, aki most védett, neki is megvannak az erősségei, nekem is megvannak az erősségeim. Nyilván támogatjuk mindenbe egymást, nagyon jó viszonyban vagyunk, így hárman kapusok, nagyon összetartóak is vagyunk, és nyilván próbáljuk a legjobbat kihozni a másikból, szerintem minden helyzetben, és tolni egymást előre. Azt gondolom, hogy hazai rendezésű EB-tél nagyon sok néző előtt játszani, ez leírhatatlan érzés. Tehát az első meccsen is szurkoltak nekünk a rendes ultrák, tehát ez tényleg leírhatatlan, hogy ott ünnepeltük együtt, elénekeltük a himnuszt, ezért éri meg pozizni.